Vajszabolcs vagyok, a Táncosok Klubja táncstúdió vezetője. A 13. kerület Rejter Ferenc utca 27-ben vagyunk. Ez egy csarnoképület volt, amit egy évvel ezelőtt újítottunk fel. Ennek az épületnek voltak olyan adottságai, amely ennek a műfajnak, illetve a táncos műfajnak úgy egyben térben és hangulatban is a legmegfelelőbb helyet. Miért szerettetek volna új fűtést? Ez egy régi fűtés volt, klasszikus radiátoros fűtés. Hatalmas a belmagasságunk, 8, illetve 10 méter a legmagasabb pontja, és elavult már a fűtés, és ezt a teret kifűteni a hagyományos megoldással nagyon nehéz. És ennek apropójából körbenéztem az interneten, és találtunk rá erre a fűtési megoldásra, amit itt is alkalmazunk, rendkívül hatásos módon. A fűtés szezon végével mit a tapasztalatok, milyen visszajelzéseket kaptatok? Nagyjából egy éve működik a fűtés is, és rendkívül jó hatással van ugye a testre is, és nagyon-nagyon szeretik az emberek. Ami fontos, számunkra is fontos, hogy a fűtési szezont, hogy megemlítetted, mivel itt 10 méter a belmagasság, a teljesen fölösleges a fönti részeket fűteni. Viszont ez a fűtés az, ami a lenti részeket fűti, és ha jól tudom, 5 méter magasságig fűti fel az egész épületet, és ez az optimális, hogy igazából nem dobjuk ki azt a nincs fölöslegesen elhasználva a fűtésünk, és nagyon-nagyon szeretik az emberek, legfőképpen azért, mert egy megfelelő meleget biztosít a talpnak. Ami a mi műfajunkban fontos, hogy a bemelegítés, és ez úgy gondolom, hogy már amint belép az ember, itt már felmelegszik a lába, és melegen tartja egész edzés alatt, illetve az egész itt töltött idő alatt. Nagyon-nagyon szeretik. A magasságunknak köszönhetően artistákkal is dolgozunk, és ők pedig kimondottan egyre többen járnak ide. Mondhatom azt is, hogy kuriózum itt Budapesten, hogy egy ekkora térben a sport területén fűtött talajjal rendelkezünk. És artistáink, ahogy mondtam, egyre többen járnak ide, és nekik kimondottan fontos, mert ők mezítláb vannak bent, és ezért szeretik a helyünket tulajdonképpen, de ugyanígy a táncosok is nagyon-nagyon szeretik, igazából ezért. Kiknek javasolnád ezt a fűtésrendszert? Tulajdonképpen mindenkinek javasolnám. Ez a családi házam. Én már elhatároztam, hogy amint megveszem a családi házamat, nálam padlófűtés lesz ez a fűtőfóliás megoldás. Mindenkinek javasolom. Ami nagyon fontos, nagy-nagy belmagasságoknál ez mindenféleképpen előnyös tud lenni. Amit már említettem, hogy csak egy bizonyos méterig fűti az épületet. Mindenkinek melegen ajánlom. Van-e lehetőség idejönni idegenként és esetleg kipróbálni, megtapasztalni ezt a rendszert? Bármikor be tudnak jönni. Ha éppen nincs bekapcsolva a fűtésünk, akkor is csak szólnak a recepció, és nagy pillanatok alatt felmelegíti a parkettát, aminek eléggé lehet érezni a első percekről fogva a hatását. Rendben, még egyszer mondd el a címet akkor a kedves látogatóknak. Igen, tehát Budapesten vagyok, a 13. kerület, Rejter Ferenc utca 27-ben, és aki meg akarja nézni, az reggel 9-től este 9 óráig megteheti. A recepción csak annyit kell mondani, hogy a padlófűtést szeretné érezni. Köszönöm szépen! Én köszönöm!